ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदन्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Kedves barátunk, mi legyen? Hát eddig a lemondásról beszéltünk az utóbbi egy-két alkalom, az utóbbi előtti, meg az előttén. 60-as napragú kérdezgetett erről, és még egyre mélyebbre akart jutni ebbe a témába. Úgy kiveséztük valamennyire a tétet, beszéltünk róla. Ezek voltak eddig. És a felmondás. A felmondás? Hogy szóval a lemondás, amit eddig így beszéltünk, aztán nem tudom, hogy te... Tudsz adni egy Bhagavad Gitát? Itt van. Erről a témakörről is lehet még tovább folytatni, hiszen óriás a téma, de amit gondolsz ezzel a kapcsolatban még... Talán a prasztasram előtt lévő... Baktáknak a meditációja. Van a prasztasram előtt lévő. Aha, jó, hát nézzük egy kicsit akkor a lemondásukról. Harmadik fejezetben, 9. versben, mert Krishna kezd mondani buddhi jogát a harmadik fejezetben, intelligencia tisztító jogát, és kezd először mondani a lemondásokról. Hát lemondás, ez az, úgy szokták mondani, hogy jagja. Jagja, és akkor csak akarok pontosan, már rég nem, aha. Igen, itt van ez a vers. Yagyatha karmanyatra lokayam karma bandana. És akkor itt azt mondja, hogy kell csinálni, jegyárt a karmanonyat rá. És a vasnavacsárek magyaráznak, hogy mert sokszor mennek emberek lemondásokat csinálni, ide-oda, valaki már alig mozog, már annyi lemondást csinálta, valaki már fertőzött lehet a lemondásoktól, valakinek elment az emésztése, valaki megy pszichiáterhez a lemondások után. És itt az elején már Krishna meghatározza, hogy yagyarthat karmano, hogy a yagya, az úgy magyaráznak a csárek, ez a lemondás, vagy az áldozatot jelenti is, és Krishnának a neve. És itt mondja, mert először ő is mondta, hogy kell lemondások, meg áldozatokat végezni, mert mindenkinek más a lemondás. Szóval itt most a ksátriáknak, a grihasztáknak szólt, mindenféle morális erkölcsi elvek, lemondások, áldozatok, de itt mondja, hogy Krishna elégedettségért kell csinálni. Yagyatha karmanyatra, ez azt jelenti, hogy a Vishnu elégedettség, szóval legyen egy cél, hogy miért csinálod. Azért, hogy elégedett legyen velem Vishnu. És utána rögtön mondja, hogy itt van. Lokayam karma bandana.
És ilyenkor valaki ezt érti, és így végez, hogy az én lemondásom, hogy Isten velem legyen elégedett, akkor karma bandana. Szóval ez a törvény, ez az elv, hogy akkor fogsz megszabadulni karmától, hogyha Krishna elégedettségére nem csak úgy csinálsz. És van többféle, pont ma olvastam reggel, Srimad Bhagavatamban Srila Prabhupát idézi 9.27 szerintem, 9.22, ahol azt mondja, Yatkaroshi Yadashnasi Yajugoshi, igen, Yajugoshi Dadasi Yat, Yattapasisi Kontiya Matkurusha Madarpanam. És itt mondja Krishna kezdőknek való, mert az áldozat végzés van több szintű személyeknek. Minden szinten más az áldozat. Ugyanúgy, mint a iskolában minden osztály, egyes osztálynak, első osztályosoknak egyféle feladat. A tizedik osztályosoknak nem fognak az első osztályosoknak a feladatát adni. Ez is nagyon fontos. Krishna hát először mondta egy nagyon magas lécet, 26. versben, majd beszéljünk a 27-ről. Itt Patrápus Pámpalám Tojám, Jomé Bhakta Prajacseti, Tat Aham Bhakti Upahrita, Asnámi Prajatatmana. És akkor itt azt mondja, hogy ajánljál nekem szeretettel. Itt mondja, az egy áldozat. Na ez egy, itt 26. vers, az egy nagyon magas szintet mutat. Hogy Patrápus Pámpalám Tojám Jome Bhakti. Szóval ajánljál nekem Bhaktival, szeretettel. Akkor én ezeket elfogadom. És akkor itt nem mondja, hogy mennyi erdőbe, vagy vág le a füledet, dob le a tűzbe, tudjátok, vannak ilyen áldozatok, amikor ezt csinálnak, a mindenféle jogik, vagy tudom, mit csinálja még magaddal, álljál a hangya bolyba, egyenek meg a hangyák belőle mindent, mint a Hiranyakasipu volt, hanem ő mondja, hogy mi az áldozat. Áldozat ez a szeretet. Hogyha szeretetet csinálsz nekem. És akkor persze őszinte bhakta mondja, és hogyha nekem ez nincsen, én nem tudok ezt csinálni, mert Krishna azt mondja, nekem nem kell sok patrám, puspam, pálam, ugye patra, tojám, levelet, patrám, puspam, virágot, patrám, puspam, pálam, gyümölcsöt, tojám, vizet, akkor én elfogadom. De itt ez a feltétel. Feltétel a szeretettel. És hogyha valaki nem, akkor ő mondja, jó, akkor minden, amit csinálsz, bármi, amit csinálsz, Yatkaroshi, Yadashnasi, Yadjugoshi, Dadasiyat, Yattapasyasi Kuntiya, Tatkurusha Madarpanam. És akkor azt mondja, bármit, amit csinálsz, Yatkaroshi, bármit, amit csinálsz, minden ajánljál nekem, és akkor mondja, hogyha valami tapasztját végzel, vezeklést végzel, akkor ez nekem ajánljál. Ez megint legyen, én legyek elégedett. Hogyha ajándékukat adsz, akkor nekem adjál, és így tovább, és így tovább. És Srila Prabhupát egy Bhagavatam harmadik énekbe úgy magyarázza, hogy igen, hogy Krishna adja azt a lehetőséget, hogy legalább valamit adjál. Valamit. Csinálsz valamit, akkor az ajánl neki, és ez már egy áldozat. Ez már egy lemondás. Hogy valahogy ember kezdjen el a lelki útot, kezdjen valahogy fejlődni, mert bármilyen pici dolgot felajánljunk, szvapamasz elsze darmasja, trajt témahatóbaját, akkor már elindul a lelki út. Jöjjött hamam prapadjöttet, amsztatámja, bajámja ham.
És akkor így, így kezdi, és itt nem határozza meg semmit. Itt csak inkább adja fantáziát. Minden ajánljál. Amit gondolsz, amit csinálsz, az ajánljál. Hogyha szeretsz vezek, a végén az jó? Jó, már az így, akkor így. És amit csak tudsz, te mit szoktál vezekelni? Jó, de akkor csinálj, hogy én legyek elégedett. És akkor így elindul valaki. Valahogy. De utána a Srila Prabhupát mindig, ahol van lemondásról szó, akkor ott rögtön kezd mindig mondani. Oké, de nekünk a lemondás ez? Harérnáma, 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 evakélem, kalanasztján, asztján, asztján, gatérán, jathá. És a iszkon baktáknak a lemondás általában ez lemondani a saját spekulációktól, például és elfogadni Srila Prabhupát tanításokat, elfogadni Srila Prabhupátnak a könyveit, ezt a tudást. Mert nekünk van saját véleményünk, valamilyen saját spekuláció, vágyok, hogy hogyan gyakorolja a Krisna tudatot. Na, ebbe korban a lemondás az ez, hogy erről kell lemondani. És elfogadni Srila Prabhupádnak a tanítását. Ez a fontos lemondás. És itt kezdődik igazából a Shraddha. A Shraddha szint, amikor valaki megőrzi saját elképzeléseket, nem bízik Srila Prabhupádnak a harc, amit ő írja. Oké, lemondás? Igen, Srila Prabhupád mondta, 4:30 kezdődik a lemondás reggel, reggeli program, na ez lemondás. És akkor vanaprasta, szanyászi, grihasta, itt nem kell, itt mindenki csinálhatja, mert mindenki úgy a saját szinten átéli ezt a lemondást. Egyféleképpen egy kezdő bakta fog átérni mangalát, másféleképpen madhyama és uttama, máshogyan fog átélni. És ez a lemondás. Hogy lemondás, ez azt jelenti, hogy igen, én nem találok ki, mert azok, akiknek Shraddha gyenge a hite, a bizalom, Srila Prabhupád lelki tanítómester tanításaiba, és nincsen íz természetesen a szadanába, amit kap valaki, akkor próbál kitalálni saját ritusokat, saját gyakorlatokat, akkor most én így, akkor most nem eszek 10 000 évig, akkor most nem tudom, alszok fejjel lefele, sokat lehet látni, és általában jó lenne, mások is tudjanak, mert ő nagyon függ azon, hogy mások elismerjenek, és ebből meríti az ízet, amikor ő beszél valakiknek is saját lemondásokról egy kicsit így óvatosan, alázatosan, de azért értsenek, hogy miről van szó, és mikor mondják valaki, Prabhu, igen, és akkor de nem, én csak ilyen, de, aztán, de itt kapja az ízet, értitek? Mert aki követi Srila Prabhupádnak a tanításokat, és az a lemondás, hogy akkor fel kell, Maharaj sosem mondja újat, mindig kell fel, tőlem mindig kérdezi, amikor te baktákkal társulsz, például itt voltunk, mindig tőlem kérdezi, ki volt Dótiba. És akkor mondja, ki volt Dótiba, ki volt Tilákba, hát ez a lemondás, Dóti, Tilák, avatott bakták, te is avatott vagy. Szóval Dóti, Tilák, ez a lemondás, hogy akkor mi így vagyunk. Felöltözve, Maharaj mondja, ő mindig fel kell reggel, feszél Tilák, felöltözik, és akkor így. Na ez a lemondásom. De amikor nincs bizalom, mi gondoljuk nekünk, valami különleges utasítás kell, valami külön, valami más kell csináljunk, de nem fejlődünk. Mert mi a titka? Srila Prabhupád, mint mondta, a titok az követni gurut úgy, ahogy van, nem változtatva, és őt elégedeti tenni, ez a
a sikernek a garanciája a lelki életben. Nekünk ez a lelki, és ez a nehéz, mert amikor nincs ízünk, akkor minden másféle kitaláljunk, ilyen mesterséges lemondásokat, és akkor nem fejlődünk. Ezért fontos keresni ízt, és akkor bízni Srila Prabhupád guru szavaikba, és akkor ezt sose mondta Prabhupád más lemondásokat. Vanaprasztáknak nem mondta, más lemondásokat szanyásziknak nem mondta, mindenkinek ugyanaz 16 kör, reggeli program, egy óra, minimum egy óra olvasás, és akkor, mert ugye volt egy Kaitava, volt két mondjuk egy transzendentalista, egyiket úgy hívták, hogy Javakrit és Kaitava. Javakrit, vagy Javakri, most nem emlékszem, régen olvastam ezt a történetet. Minden ketten elérték eléggé jó tudat, magas tudat szintet, és mind a kettőt követték. De mégis a Kaitava, ő próbálta elérni lelki eredményeket vezeklés által. A Javakri, ő olvasta a Srimad Bhagavatamot, énekelte a Hare Krishna mantrát, és az volt, hogy a Javakrinál sokan több követője lett, mint a Kaitavana. És ez zavart a Kaitavat, mi várjátok, ő ott eszik finom dolgokat, semmi lemondást nem csinál, csak élvezi azt a praszádamot, csak olvas, meg dzsapázik, hát ezt bárki tudja csinálni, és ő, neki több követő van, mint nekem, és neki megvan a transzcendentális tudás, nekem nincs. Ez mi ez a dolog? Hát én sokkal többet dolgozok. És akkor gondolta, jó, akkor most én szeretnék szerezni a magasabb rendű tudást, mint ő, szeretnék elérni a, nem tudom, transzcendentális tudást. És akkor elkezdte vezekelni. Gyűjtött a tüzet, és akkor ott ült, állt tűz mellett, és már nem tudom, miket csinálta. Az én a Ravana is ugyanazt csinálta. Tudjátok, Ravana hogy vezekelt? Ki tudja, nem? Tűz mellett állt, és minden 10 000 év után, vagy 1 000 év után, ezt most nem emlékszem, 10 vagy 1000 évente, leharapta egy fejét saját magának, mert 10 feje volt, és dobta a tűzébe. És mikor már, hát ez mennyi, így 10 000 évig, vagy már mennyi, vezekelte, azért, hogy ő kapjon áldást a Brahmától, de már univerzumban bezavarodott minden, már hőmérséklet, globális felmelegedés, nem csak a Földön volt, egész univerzumban, és mikor már lejárt az utolsó 10 000 év, vagy nem tudom mennyi év, és már gondolta, hogy kell feláldozni a saját fejemet, hogy tudok, és most már nem marad több feje, hogy lehet leharapni a saját maga utolsó fejet, akkor jelent meg a Brahma, az Úr Brahma. Na, ugyanúgy Kaitava, amúgy a Srimad Bhagavatam első énekben elején van ez a szó Kaitava, szerintem a második versben. Igen, ez azt jelenti csaló. Kaitava szó azt jelenti csaló, csalok, irigyek, irigyek és csalok. És akkor elkezdte ugyanúgy vezekelte, és ugyanúgy tűz mellett, meg égett a nap, égett a tűz, és akkor Úr Indra gondolta, most mit csinál? És akkor lejött hozzá a Indra G, és mondja, hát mit csinálsz? Én szeretnék elérni transzcendentális tudást. Azt mondja, jó, hát ez nem kell ehhez ezt csinálni. Nem olvasta a Prabhupád könyveket? Azt írja, mennyi, keresd meg lelki tanítőmesteret, ajánlja alázatos neki virágot, vagy Nitya Sevát, amit gondolsz, és akkor ő megadja neked transzcendentális tudást. Nem, én így akarok.
De így, ez nem az a rendszer. De én neked bebizonyítom. Én így. Utána látta az Úr Indra, hogy Sraddha nagyon gyenge. Mondta, jó, próbálkozz. És utána ő így állt, vezekelt, és Úr Indra Brahmana alakba átvarázsolta magát, és leült ő előtt a Yamuna parton, vagy a Ganges parton, úgy, hogy lássa a Kaitava, és akkor fogta a homokot egy ilyen marékkal, és dobta be a folyóba. És csak ezt csinálta, fogta és dobta. És egy idő múlva Kaitava nem értette, mit csinál ez? Most miféle vezeklés, miféle, hogy itt csak dobálja, és már nem tudta figyelni saját vezeklésbe, mert annyira elvonta a figyelmét. Végül abba hagyta a vezeklést, és akkor oda jött hozzá a Brahmanához, és kérdezi, kedves Brahmana, kérlek mondd el, miféle vezeklést végzel, és miféle eredményeket akarsz ezzel elérni. És akkor ő azt mondta, hát én vezekelek azzal a céllal, hogy szeretnénk, hogy itt legyen híd a folyó keresztül. És akkor azt mondja, te normális vagy? Így hídot nem tudsz felépíteni. És azt mondja, én normális vagyok, de ugyanúgy, ahogy így nem lehet felépíteni a hídet, úgy nem lehet, ahogy te vezekelsz, nem lehet elérni transzcendentális tudás. Próbálok mutatni. Megint te vagy, felismerte, hogy ez nem, te csak direkt akarsz akadályozni, és akkor megint odaállt, és akkor vezekelte. Végül, amikor már elege volt mindenkinek, akkor odajöttek hozzá, odajött Úr Indra, és mondja, jó, most nem emlékszem, hogy már valami ő is bajba került, de lényeg, hogy megadta az áldását, azt mondta, jó, legyen neked transzcendentális tudás, legyi Brahma Rishi, de felelősség a tiéd. És végül rögtön elment a Javakrihoz, hogy megmutassa, hogy ő milyen nagy lemondott, hogy ő most transzcendentális tudással rendelkezik. És akkor eljött oda hozzá, Javakri nem volt otthon, és itt filmszakadás, nem emlékszem tovább mi volt. Lényeg a lényeg, hogy kihúzta a gyufát, ezzel ott volt a lánya, és amikor a Javakri nem volt otthon, akkor rögtön semmi nem segít transzcendentális tudás, rögtön lányára indult, és ott volt valaki, aki kihívta rá egy démont. Nem tudom, nem emlékszem ki, de valaki ott volt, és gyorsan egy démont idézte mantrával a Kaitavára, és Kaitava elkezd menekülni, de igazából ő csak akarta, mert neki minden brámanának régebben volt egy ilyen kis részedényben acsman. És hogyha veszi acsmant, akkor néma nem tud megtámadni. A brámanek olyan erősek, hogy csak acsmant tisztít, és már nem tud érinteni senki. Emlékeztek, a Rámanától is körrel lehetett megvédeni magát. Szóval úgy brámanáknak is létez. De mikor ő vízet próbálta, akkor nem volt ott a víz már, a kiszáradt. Akkor elkezdte menekülni a tóhoz, hogy ott vegyen acsman, akkor ott nem volt, sok bárhova ment, már mindenhol kiszáradt, és végül, mikor még egy valami nagy tóhoz szaladt, de ott megint nem volt víz, és de már utolérte a démon, és akkor lándzsával átlukasztotta. Szóval ez a történet magyarázza, hogy ha mi kitaláljunk, lehet eredmény, lehet, mert ő elérte, de nem tudta használni. Emlékeztek, mint Ekalavya, ő is vezeklés nem követte úgy, ahogy kellett, elérte az eredményt, de nem tudta használni. Akkor
ki volt a Kiparasurámnál? Karna. Ő is elérte, megkapta, de nem tudta használni. Szóval amikor a vezeklést valaki kitalálja, akkor hogyha meg is kapja eredményt, akkor nem semmivel nem tud jutni. Látjátok, azzal a kájtavával az volt, hogy a transzcendentális tudás az azt jelenti, hogy te tudsz használni, oké, te egy lélek vagy, ő egy lélek, de egyáltalán nem tudta. Mikor jött a lány, fiatal lány, rögtön bezavarodott. Szóval ez így nem működött. Ez ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi a vezeklés nálunk, mint a baktáknál, és egyetlen egy vezeklés, hogy igen, olvasunk Srila Prabhupád könyveket, követjünk lelki tanítómesterünket, hogyha lelki tanítómester adja egy utasítás, akkor azt követjünk. De valamikor fog adni olyan utasítás, ami például Bakta szerette volna mondjuk 64 kört dzsapázni, és akkor lehet lelki tanítómester fog mondani, nem, 16 kört dzsapáz. Ez a vezeklés most. Akkor ez. Mert sokszor a lényeg az, hogy a szándék, a vezeklésben mindig a szándék, a hangulat, megint ez a jegyárta, karma nanyatra. Ezzel a szándékkal, motivációval csinálok, hogy Guru Krishna legyen elégedett. Ez a vezeklés. És ezt nem értette Arjuna, ugyanarról volt szó. Arjuna mondta, megyek erdőbe, ott olyan vezeklést csinálok, ami még sose csinálta senki. És akkor Krishna mondta, nem fogsz elérni semmit. Mert nem ezen a szinten vagy, és megint, ami elején beszéltük, hogy vannak szintek. És hogyha például a szadana magasabb, mint a te szinted, nem tisztulsz meg. Nem tisztulsz meg a vágyoktól, nem tisztulsz meg a szívbe, az anartaktól, nem tudsz. Miért? Mert a nagy szadana, ez a kis szadanának az eredménye. Szóval például nagy szadanának van a lemondás. Hogyha mi megnézzünk karma yoga lépcsőt, mondjuk sakarma karma, niskarma karma, és akkor ott jön utána gyána. A gyána ez a lemondás szint. Ez amikor már van megvalósítás, amikor valaki először végez sakarma karma, hogy neki vannak anyagi vágyak, de a gyümölcsöt feláldoz a Krisnának. Ez lemondás. Utána már nem érdekel a gyümölcs a munkájának, de munkát szeret csinálni. Akkor is ugyanaz a vezeklés, de motiváció már megváltozott. És mert miért? Mert az első szinten, mikor sakarma karma jogát végezte, hogy ragaszkodott a gyümölcshöz, de követte Krisnának az akaratát, akkor tisztult. És mikor tisztul, akkor utána megtisztul a ragaszkodástól, és már a munkagyümölcs nem érdekel. És akkor akarja tovább csinálni, és feláldozni a munkagyümölcsöt, de már csak a munka, maga tevékenység. Nem mindegy, mit csinál, azt szereti, de itt tisztul tovább, persze ott vannak, hogyha mi nézünk klasszikus varnasramat, akkor ott van baktákkal, brahmanakkal társulás, áldozatok, és ő társul hallja mantrákat, akkor tisztul, végzi a kötelességét, lemondásokat, akkor tisztul, és feljön a megvalósítás szintre, a gyána, és akkor lemond. Ezért, hogyha mi nézzünk, a igazán lemondás, ez a szadanának a eredménye. Szóval az már egy valamelyik sokados lépcsőfok a lemondás. Szóval, igen, ezért ez most a klasszikus varnasrama joga lépcső. Nálunk, amit mondja Rupa Goszvámi, ez a vajrágja, yukta vajrágja. Hogy nekünk lemondás, az azt jelenti, hogy semmi se az enyém. Ez a lemondás. Ez a test nem az enyém, ez a ház nem az enyém. Nekem könnyű mondani.
Nem az enyém. Lemondom a házról, de Gadaggarásparú, lemondtam a házról, használhatod. Igen, szóval, és ez fontos, mert mondja Rupa Goszvámi, hogyha mi lemondjunk külsőleg, ez megint lemondás külsőleg, de nem vagyunk ezen a szinten, akkor palguva rágja ucsete, akkor ezt úgy neveznek, mint palguva rágja. Ez azt jelenti, hogy hamis lemondás. Mit jelent hamis lemondás? Van ugye, ez a palgu szó, ez egy jó szó, amit használ Rupa Goszvámi, palgu vajrágja, mert ez egy folyó. És ez a palgu folyó, az föld alatt. Külsőleg, mintha minden oké, nincs semmi víz, de kicsit ásolott a víz. Ugyanúgy az ember, aki lemond mindenről, de belül nincsen még ezzel, hogy semmi se az enyém, akkor egy kicsit ásol benne, akkor ott a víz. Ott van a ragaszkodások. Szóval ez így nem lehet megtisztulni. Mert nekünk az, hogy ez erre szintre kerüljünk, az gyakoroljunk is, de Hare Krishna mantra fog segíteni egy ilyen lemondásra jutni, lemondás szintre. De a legfontosabb ez a Srila Prabhupada tanítások, és az ő gyakorlat úgy, ahogy van. Az a bizalom, és ez fog ki... Itt kezdődik a bhajana kriya, igazából. Szóval a bhajana kriya nem ott kezdődik, mikor valaki kitalálta valamit. A bhajana kriya, én tanulok, szóval a bhajana kriya ez még nem szadana. Én csak tanulok, gyakorolok, hogy hogy kell szadanázni. És akkor vannak bhajanák, amikor tanulok úgy, most itt nincs nálam bhagavatam, úgy, ahogy hallottam a lelki tanító mesteremtől. Ugye harmadik énekben van egy vers, rég nem idéztem vissza, emlékeztem a szanszkritot, de arról szól a vers, hogy egy jó tanítvány, amikor hall valami gurutól, rögtön megy és csinál, kipróbálja. Úgy, ahogy ezt hallott a gurutól. Ez egy jó tanítvány. Na, itt kezdődik a bhajana kriya. És utána jön először ugye anistita bhajana kriya, egyszer van kedvünk, egyszer nincs, és akkor össze-vissza megy, ott van ilyen hatféle a dolog, ami karma, bennünk van, és akadályozza szadanázni szépen, de ezen át kell menni. De hogyha nem megyünk át, spekulálunk, kitalálunk, blablabla, miközben lemondások, mert láttam pár ilyet, és akkor sajnos 20 éve voltak ilyen bakták, és messze nem mentek el. Csak sajnáljunk az időt. Azok a bakták, akik követtek a lelki tanítómestert, akkor lehet látni az ő eredményüket. Jó, röviden. Az volt a kérdés, amikor volt ez a vers, hogy Krishna mondja, hogy ha felajánlasz nekem egy virágot, egy kis vizet, akkor paktival, akkor én elégedett vagyok által, és akkor utána mondtad, hogy ha ezt nem tudod megcsinálni, akkor bármit, amit csinálnál, akkor azt ajánlsz fel. De hogy ezt milyen tudatba kell felajánlani az illetőt? A másik. Igen. Ezt milyen tudatba kell csinálni, hogy az eredményes legyen és előre mutasson? Igen, hát hogyha nézzünk, amikor kezdő tudat, teljesen kezdő, az mechanikusan fog csinálni. Hallotta, akkor valamint mondja, és nem tud figyelni. De amikor kezd tudatosan csinálni, akkor kell figyelni, akkor most igazából én csak úgy dobom oda, és igazából így mondom,
de most, hogyha egy szemét ülne neki, hogyan ajánlom, és a tudatosul próbálok tanulni, gyakorolni, hogy hogy kell megfelelően oltárnak, vagy valahogy valamit ajánlani. És akkor itt kezdődik a megfelelő, mikor tudatos kezdek lenni, hogy mennyire próbálok jól csinálni, vagy egyáltalán csak itt bam, 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 bum, bum, bum. Mechanikusan, vagy érzékenyebb. Vagy tudatosan. Például, hogyha mondjuk leülnek a vendégek, és akkor mechanikus. És utána nem, így kell, valahogy így kell. Lehet, hogy még nincs szeretettem, de tudom, az ne dobálja, azért ez nem illik így, akkor legalább lerakom, és próbálok tudatosan csinálni. És ez a tudatosság, az fog nekünk segíteni, megnézni, mi az, ami fog akadályozni, mert ha megnézünk a mi szintünken, szóval Sraddha szinten, vagy Sadhusanga szinten, a lelki tudat még nincs. Nekünk van valami, mi hallottunk, hogy lélek vagy, és Sraddha szinten nekünk van egy atom lelki. Teljesen atyantika az anyagi tudatunk. Ezért, hogyha észrevetitek, hogy nálunk a kezdő szinten, még akár a bhajana kriya szinten is, a japa közben meditáció villám. Így egy villámot figyeltünk mindig a szent névre. Mi persze, mi meg vagyunk győződve, mi figyeljük a szent névre, de amikor tudatosok leszünk, akkor észreveszünk, hogy csak ilyen villámokba, mert nem tudjunk tartani a tudatunkat. De a tudatosság, hogy mennyire én nem vagyok ott, az már jó. Hogy figyelek, hogy nem vagyok ott, és nem vagyok jó, akkor próbálok következő valami felajánlás, valami csinálni, akkor próbálok ott lenni, legalább ott lenni. Így jó? Ez komoly. Igazi lemondás. Igen, igen. Erőfeszítést kell beletenni. Igen, így van. A tudatosságba, mert nem igen. Automatikusan. Így van. Mert amikor már benne lesz valami, akkor például a fiú, akinek tetszik a lány, ott nem kell semmit belerakni, ott automatikus, nagyon figyelmesen csinál dolgokat, de nekünk Krisnával lesz, ez nehezebb. Igen. Jó? Gadegrács Prabhu. Goszvami Maharaj, a tevékenységekhez való ragaszkodással kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy sokszor megfigyelhetjük magunkon is, és másokon is, baktákon is, hogy bizonyos tevékenységeket szeretnek csinálni, és azt akarják ajánlani, vagy ragaszkodnak valahogy tevékenységekhez. És ugye mondtad, hogy ehhez való ragaszkodáson ugye túl kell lépni, mert ez talán az Aroppa Siddha Bhakti, hogy mi valahogy feltaláljuk, mert ez is egy szempontból egy olyan kitalált lemondás, de maga a cselekvésnek az élménye ad nekünk ízt, és már tudjuk, hogy nagy ragaszkodás ez, és eltávolít a figyelmet Krisnától, de hogy tudunk ezen átlépni, milyen gyakorlati dologgal, tehát hogy csak erősítjük és ne figyelünk, vagy valami gyakorlati, hogy ezt a tevékenységet megértsük, vagy hát értjük, de még mindig annyira ragaszkodunk, hogy szeretjük azt csinálni. Most miről beszélsz? Csak egy, egy valamilyen cselekvés, ami mondjuk karmi cselekvés, vagy egy szolgálat, mint cselekvés. Szolgálat. Hogy valaki mondjuk csak ezt szeret csinálni. Aha, tehát, hogy mit tudom, én nem tud már visszavonulni a vánaprasztához, mert annyira még ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, ami a grihának a fenntartásai dolog, mert a cselekménybe leli az élményét, hogy azt a fajta munkát csinálja. És ugye sokat megfigyelhetünk ilyeneket, akár a közösségben is, és nem tud erről lemondani, nem tud annyira koncentrálni, és ezt magamon is megfigyelem bizonyos dolgokban, hogy nem tudok elengedni bizonyos tevékenységeket. Tudom, hogy nem lenne igazából annyira fontos, de ragaszkodok a cselekvéshez. Hát pont erről beszéltünk, hogy Arjunának is Krisna mondta, hogy te ragaszkodsz, te nem fogsz tudni, igen, hogy ez egy eredmény. Hogyha mi megnézünk megint mondjuk a siksástakát, akkor van a nista, ez a harmadik mantra, trinada pisa nicsana tarara pisa is nuna, és akkor van a nadaneam, nadjanam, nasundarim, kavitam, vajagadesu kamaya, mama janmani janmane, svare, bhavakti, bhaktir, ahajtukitvai. Ott jön az íz már,
valamilyen igazi, de nagyon pici, de ott már semmi nem érdekel. A gazdagság, ez a maz, de a cselekvés érdekel. Na, ott még mindig ragaszkodik szolgálathoz. És amikor az aszakti szintre kerül, akkor nem érdekel, csak valamit csinál Krisnának. És ezért nekünk azért van, ez egy szent név, mert a ragaszkodásról lemondás, vagy a cselekvés bizonyos, akkor fog elmenni, mikor a dzsapában van megvalósítás. Mert, meg hát igen, ez az a szakti szint, szóval kell dzsapázni, jól csinálni szadanát, és utána ez magától, mert ahogy próbálják eltépni, nem tudjunk. Viszont párhuzamosan szokták gyakorolni, hogy igen, próbálok keresni íz a szadanába, a dzsapázásban, de ugyanakkor időnként csinálok más szolgálatot, legalább, tudod, például most lesz maraton. Nem mindenki szeret kimenni könyvet osztani. És lehet, hogy hosszú távú egész évben nem bírna felrobbanna, mert annyira ragaszkodik a más cselekvéshez. De rövid távra jó lenne. Mindig jó valahogy, vagy mondjuk valaki ezt csinál általában, de néha egy kicsit más csináljon. És akkor ez is fog segíteni ebbe, hogy mi tudatosan nem teljesen, például, mint tudom én, valaki ragaszkodik a házhoz, jó, de akkor néha elutazhat valahol, egyszerűbb a körülmények, nem olyanok, mint a megszokott ház. Mint te régen laktál, ugye volt saját lakással, mindig jó, szép lakás volt, de elmentél és laktál templomba, asramba, a padlón aludtál, akinek volt egy jó ágya a házba. Emlékszel? És akkor egyedül tudtál volna fürödni, nem ott kellett várni a sorban, amikor mindenki fürdik. 30-an. Együtt voltunk, azért emlékszek rád, egy szobában aludtunk, és Sony Ericsson telefonod, a kék színű volt. Igen, szóval ezek jók, mikor valamikor szadanázunk. Például azt is lehetne kitalálni, már régóta gondolkozok, hogy csinálni ilyen dolgokat, mint a elvonulások csinál, miért mi bakták nem csináljuk, nem? Én nekem ez a vágyam, hogy mondjuk elmenni vagy Krisna-völgyből, nem, vagy bárhova, mondjuk a Prabhukkal, egy kibérelni valamit, és akkor úgy 3 napig. Csak korán kelljünk, meg kell beszélni, 4-kor, 3-kor. Most pár éve nem csináljuk. Igen, felkelünk, igen, felkelünk korán, csapázunk, tanulunk, akkor reggeli program, jó kirtán, akkor valamilyen kis szeminárium, utána valami élményosztás, milyen csapa, vagy kérés, segítsék egymástól, figyeljetek, most nem. Ezek nagyon jó dolgok, ahol gyakorlatok és hallás, és a mantra. Csináljunk ilyet jövőre? Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Mert már rég több évig ezzel meditáltam. Góra kirtan gurnával is elmentünk. Jó, de ez nem pont az volt. Inkább ilyen kicsit turázásosabb volt, az is nem baj. De ilyen kellene, ilyen, amikor mert akkor tudod, fel tudjunk kapni egy kicsit azt az ízet a szadanára. Amikor kicsit tümörbe vagyunk, és hogy vágyal jövünk oda, hogy akarattal, mi most akarunk, nem vagyunk, mint a birkákat behajtva oda, akkor szerintem ez egy jó dolog. Más kérdések? Nincsenek. Akkor. Shri Radha Shyama Sundar ki jaya, Shri Gaur Nitai ki jaya, Srila Prabhupada ki jaya, Srimad, nem, Grantara Srimad Bhagavan Gita ki jaya, Nitai Gaura Premanat, Gaura Bhaktavrinda ki jaya.